A Magyar Nemzeti Tanács 11. rendesülésén egyhangulag elfogadta az idei pótköltségvetést. Ennek értelmében az MNT által alapított és kiemelt jelentőségű oktatási intézmények tevékenységére is programjaira 3 millió dinár jut. A kulturális intézményeket 6 millió dinár illeti meg. Ebből 3 millió dinárt a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet kap. A Szerb-Magyar Akadémiai Vegyes Bizottság kutatásainak támogatására. A non-profit szervezetek támogatására előirányzott keret 10 millió dinárra növekszik. A beiskolázási program keretében 8 millió dinárt fordítanak az elsősöknek járó csomagok összeállítására. Hála Istennek úgy alakult a bevételi oldala a költségvetésünknek, hogy most mintegy 13 millióval több pénzt tudunk felhasználni az év végéig, mint ahogy azt tavaly decemberben terveztük. Ez elsősorban onnan ered, hogy több pénzt kapunk a szerbiai költségvetésből, mint amit beterveztünk decemberben, akkor még sok volt a bizonytalanság. És természetesen megpróbáljuk az így felszabaduló pénzeszközöket a leghatékonyabban felhasználni. Külön ki szeretném emelni, hogy a Magyar Nemzeti Tanács által alapított, illetve a Magyar Nemzeti Tanács által kiemeltetett kulturális és oktatási intézmények külön támogatására mintegy 7 millió dinárt különítettünk el. Nagyon fontos az, hogy ezek az intézmények, amelyek a Magyar Nemzeti Tanácshoz tartoznak, ezek érezzék azt a gondviselést, amit a Magyar Nemzeti Tanács kívánt irántuk biztosítani. Ezekből az eszközökből természetesen nem fizetéseket fogunk kifizetni, ezekből az eszközökből nem az áram- és villanyszámlákat kívánjuk biztosítani az intézmények számára, hanem olyan többlet támogatást kívánunk nyújtani a programokhoz, az eszközbeszerzéshez, az esetleges sürgős javításokhoz, a továbbképzéshez, a szakmai konferenciákhoz, az utazásokhoz, amelyek nagyon fontosak ahhoz, hogy ezek az intézmények valóban minőséges magyar intézmények lehessenek. Ez egy jelzésértékű dolog, meg fogunk hirdetni egy nyílt pályázatot az intézményeink számára. A tartalék eszközökből 1 millió dinár jut a nem kiemelt jelentőségű oktatási intézmények részére. A Magyar Nemzeti Tanács szeretne gondoskodni minden olyan iskoláról, amelyben van magyar oktatás, természetesen primárisan azokról, amelyeknek alapító is vagyunk. Nagyon fontos dolog, hogy a civil szféra a kiemelt rendezvényeinknek, a civil szervezeteinknek 5 millióval megnöveltük a támogatását, tehát lesznek olyan esetek, amikor más forrásból nem tudunk kiemelt rendezvényt támogatni, amikor veszélybe kerülhet egy-egy rendezvény, egy-egy civil szervezetnek a hatékony működése. Ezt biztosítani tudjuk ebből a plusz 5 millió dinárból. Kiemelném, hogy a minden elsős magyar gyermek számára, aki magyar osztályba jár, szeptember 1-én átnyújtunk egy iskolakezdési csomagot, egy igen értékes, kb. 40 euró értékű iskolakezdési csomagot. Ezzel szeretnénk jutalmazni, elismerni a szülőknek a vállalását, hogy magyar iskolába járatják a gyermeküket. Ezzel szeretnénk éreztetni azt, hogy a magyar iskola vállalása az nem csak egy érték, hanem egy előny is a gyermekek számára. A pótköltségvetésből jut az iskola buszprogram pénzelésére is. A gyermekek utaztatásával olyan diákok számára is elérhetővé válik a magyar tannyelvi oktatás, akiknek helyben már nincs erre lehetőségük. Nem az szolgálja, hogy felszámoljuk a magyar oktatást, hanem hogy növeljük az iskolába indulóknak a számát. Én hallatlan sikernek tartom, hogy ennek a nagy terepi munkának, ennek az akciónak a keretében, a szórványban növelni tudtuk a magyarul tanuló gyerekeknek a számát és arányát a demográfiai negatív tendenciák ellenére. A múlt század 40-es éveinek eseményeit hivatott akadémiai Szerb-Magyar Vegyes Bizottság munkáját anyagilag is segíti a Magyar Nemzeti Tanács. Mindenféleképp ki akartuk mozdítani ezt a kérdést a holtpontról, ugye történt egy politikai áttörés, de a kutatások nem indultak el. Mi fölvállaltuk, hogy anyaországban pályázunk olyan eszközökből, ahol az elkészült kutatási terv alapján a levéltárosaink, a néprajzosaink elkezdhetik az adatgyűjtést, a kutatást. Az MNT ülésén hosszas vita után leváltották a Magyar Szó főszerkesztőjét. Pressburger Csaba felmentését először a Napilap taggyűlési jogokat gyakorló testülete javasolta, majd az Országos Kisebbségi Önkormányzat Tájékoztatási Bizottsága szavazat többséggel támogatta. Magyar Szó Napilap szerkesztés politikájában, napi munkavégzésében több olyan szakmai hiba történt az elmúlt időszakban, amely felelős viszonyulás esetében megköveteli a lap főszerkesztőjének azonnali hatállyal történő felmentését. Különösen indokolt ez az eljárás a vajdasági és magyarországi közpénzekből fenntartott
és működtetett lap esetében, akkor, ha folyamatos, jó indulattal szemlélve, szakmai nem törődömséggel, reálisan szemlélve, károkozással, esetenkénti rágalmazással, részrehajló tájékoztatással, aminek a ferdítés és csúsztatás ugyanúgy része volt, mint a szándékos elhallgatás, a vajdasági magyar közösség tájékozódási igényeinek nem szolgálatával, hanem irányításával szembesülünk, nem esetenként, hanem folyamatosan, nem egy-egy téma vonatkozásában, hanem tendenciózusan. Egy szerkesztőség az úgy működik, hogy összeül a szerkesztőség legfőbb rovatainak vezetői, és azok megbeszélik, hogy mi kerüljön a másnapi lapba. Ők azok, akik ezt a súlyozást elvégzik, nem maga a főszerkesztő. A főszerkesztő természetesen fölülbírálhatja ezt, de hát azért önálló emberekről van szó. Itt nem diktatúra folyik a magyar szóban, hanem mindent megbeszélünk. És amikor ilyen mondatok hangzanak el, akkor ez egyértelműen azt jelenti, hogy magát a magyar szót, a magyar szó szerkesztőségét vádolják meg azzal, a legfontosabb rovatok szerkesztőit, hogy nem tudnak mérlegelni, hogy nem jól végzik ezt a mérlegelést. Elfogadom, hogyha ez egy politikai testületnek a véleménye, de legyenek szívesek önök is elfogadni azt, hogy mi, mint szakmai grémium, a szerkesztőség operatívája, hát legalábbis úgy gondoljuk, hogy mi sem kezdünk pártpolitikába. Talán az lenne a helytálló, hogyha szakmai hibákat sem politikusok olvasnák a fejünkre. A Magyar Szó főszerkesztőjének felmentése miatt Szabadkán a Magyar Ház előtt mintegy 50-en demonstráltak. A lap munkatársai mellett támogatók is. Nem egyeztek Pressburger Csaba leváltásával és annak módjával sem. Én lehetek elég naív, és mondhatnám azt, hogy reméljük azt, hogy elérünk ezzel valamit. Mindenképpen a nyomásgyakorlás a cél, és azt hiszem, hogy nagyon sokan mellettünk állnak. Az újságíró szervezetektől kezdve értelmiségieken keresztül a kollégákig. Smatramo da se radi naravno o ugrožavanju prava javnosti i slobode medija, ograničavanju slobode medija. A Magyar Szó szerkesztőségének a többség elfogadhatatlannak tartja azt a módszert és azt az ütemet, azt a gyorsaságot, ahogy ezt az egész leváltási folyamatot végigvitték, és különösen elfogadhatatlan az, hogy az új főszerkesztő jelölését a szerkesztőség megkérdezése nélkül tették meg. A Magyar Nemzeti Tanács szavazat többséggel támogatta Pressburger Csaba leváltását. Semmiféleképpen nem ideológiai okokból vonjuk meg a bizalmat a Magyar Szó főszerkesztőjétől, semmiféleképp nem pártpolitikai megfontolásból nevezünk ki megbízott főszerkesztőt, hanem azért, mert a jelenlegi főszerkesztő nem teljesítette a 2 évvel ezelőtti vállalásait, amelyeket ő maga vállalt, és ezek közül a legfontosabb, hogy az eladott példányszámot növelni fogja, és ezzel szemben folyamatosan csökken a példányszám. Ugyanakkor történtek olyan objektív szakmai mulasztások az elmúlt időszakban, amelyek lehet, hogy egyenként nem lettek volna ok, indok arra, hogy mandátuma lejárta előtt menesszük a főszerkesztőt, de így együtt túl sok ez a mulasztás amellett, hogy a legfontosabb ígéretek egyike nem teljesült. Tehát, hogyha valószínűleg a főszerkesztő úr tudta volna teljesíteni a legfontosabb ígéretét és növelni az eladott példányszámot, akkor valószínűleg ezek az indokok nem lettek volna elegendőek. Ugyanakkor az sem mellékes, hogy itt a vitában bebizonyosodott, hogy a tényállás vonatkozásában senki sem kérdőjelezi meg azokat a tényeket, amelyeket az igazgatóbizottság felsorol, maga a főszerkesztő úr sem. Az MNT Varjú Mártát, a lap újságíróját nevezte ki megbízott főszerkesztőnek. Szeretnék mindenkit megnyugtatni, a Magyar Szó meg fog jelenni, semmi se változik, minden megy tovább. A Magyar Szó a főszerkesztőváltás óta folyamatosan megjelenik.